Itt vagyok, babám, rózsám, kisfejű UFO barátnőm. Ne letartóztatnak. Lecsukna! Szívemnek több szerelem kell. Szevasztok, srácok, üdvözlök titeket újra itt a Need More Love kijátszásába. Már játszottuk ezt a játékot, de nem teljesen játszottuk ki, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy itt vagyok újra benne, és nagyon-nagyon remélem, hogy... Oh boy. Nem mentett el, vagy... Azóta jött frissítés, azt nem mentődött semmi. Igen, ez nem ilyen volt. Tisztán emlékszem, hogy ez egyáltalán nem ilyen volt. Oh, boy. Kezdhetem előről. Nagyon jó. Ennek rohadtan örülök. Limonádé, strandot, meg minden. Jó van, hát akkor egy picit gyorsan, gyors tarpaló. Van egy kisfejű barátnőnk, aki semmivel nem elégszik meg. A világ összes ajándékát idehoztam neki. Majd fogom hozni, és azzal sem elégszik meg. Úgyhogy most hozok neki Micropacilepihalasaurust. Láttak hátul, úgyhogy szedek pár virágot. És oda dobom néki, amíg ő a Micropacilepihalasaurus nézi. Nézd csak, már itt is vagyok. Elment a Microsaurus. Hoztam neked 51 szál rohadt rózsát, kisfejű csajom. Ó. Oh. Igazából azt hiszem, hogy ez megvan, de a csajnak csoki kell, hallod? Csokit kell hoznom, amíg ő kijön az oskolába. Itt van, hogy saving, szóval nem tudom, miért nem mentett el, de se baj. Én már megpecintettem a tuttimat. Az isteni tutti frutti ízű üdítő ital. Ez az originál, srácok, ne felejtjétek el. Action! Pecincsetek ti is, és most amellett, hogy az Osamban amúgy is tutti juice akció van, a srácokkal tartunk egy ilyen Osan járó túrát, ugye meg lehet venni a tutti juice-ok mellett a videós boltos cuccainkat is az Osanokba, úgyhogy először 3. hó 27-én találkozhatsz a srácokkal Óbudán Török Bálinton, aztán itt velem is 3. hó 28-án a Miskolc déli Osannál, aztán 3.28-án ugyanúgy Debrecenben. Itt van minden időpont, leteszem ennek a képnek a linkét a leírásban, hogy fenn van az Osannak az Instagram oldalán például, és utána is megyünk tovább. Ne felejtjétek el, hogy az Osanokba akciósáron kaphatóak a Tutti Juice termékek, nyugodtan vegyetek, ott alá is tudjuk nektek írni, vagy bármilyen királyságos videós boltos cuccot, úgyhogy találkozunk az Osanokba. De most nyitok egy limonádé standot. Mert ő már vás, itt mindenki ilyen rohadt kisfejű. Mert a csajom szeretne csokit. 20 kell, hogy csokit vehessek. Én szerintem, akkor ne kelljen itt újra kezdenem. Micsoda? Én 100-100-ért vehetek. És a perkek nem mentődnek el, rohadt jó. Mit tud a VIP? 250. Custom girlfriendet is be tudnék állítani 99-ért. Jó ez a kisfejű nekem. Upgrade. Nincs money. Tudom, itt bedurrantok egy kétszeres pénzt, hogy egy kicsit gyorsuljunk. Csak miattatok, hogy nektek ne kelljen megvenni ilyen hülyeségekre költeni a pénzt. Na, elméletileg most kétszeres pénzt kapunk, úgyhogy gyertek, tessék, csak tessék limonádát venni. Na, megvan a 100, úgyhogy én upgrade-elem is. Aztán gyorsan még eladok pár limonádét. Aztán megyek, megveszem a sokoládét a boltba. Nem emlékszem, mennyi kell. Gyorsan elszaladok megnézni a plázába, hogy mennyibe kerül a sokoládé, és mondták, hogy pont Kinga mondta, hogy nem vettem észre, hogy Feastables csokit lehet venni. 20-ba kerül. Veszek neki 3 csokoládét, plusz 3%. Nagyon jó. Van itt Police Officer is, hűha, itt amúgy ez egy, itt sok végkimenetele lehet ennek. Most melyek a barátnőmhez, aki ott vár engem virágokkal? Itt vagyok, babám, rózsám, kisfejű UFO barátnőm. Hoztam neked nagyon finomat. 3 Feastables csokit. Igaz, nem olyan finom. Főleg nem olyan finom, mint egy isteni tutti juice, de hát nem azt kértél. Ezért amúgy ez nálam szakítás. Na tessék, itt van. Egyél sokoládét. 3-at is. Ez a legjobb Valentin nap ever. Örülök, hogy tetszik neked. Viszont minden osztálytársam Teddy Bear-t kapott, úgyhogy én is akarok. Mindent neked, kis valentíros, kis fejű, kis gnóm csajom. Oké, vehetek neki rohadt Teddy Bear-t. Úgyhogy gondolom el kell adnom megint pár szutykos limonádét,
hogy legyen a csajszikámnak pénz. Megint upgrade-elem a lemonádé standomat, a limonádé standomat, nem tudom miért, angol, olyan majd hunglisul mondom, lemonáda. Na most elméletileg sokat kell kapnom. Alapból 20-at, így akkor 40-et kell kapnom eladásonként, igaz? Így van. Itt látjátok is, hogy durrannak a csergő forintok. Nem tudjuk még ezt is megvenni? Vagy valami eladót, vagy valamit? Mindegy. Még egyet upgrade-elek, aztán megyek, veszek neki Teddy Bear-t. Na. Nagyon-nagyon pici kis montázs felgyorsítva arról, eladok limonádákat. Jó, ez mi? Jaj, ne. Várjatok, ilyen nem volt múltkor. Ez a rendőrség, segíthetek? Biztos úr. Ne, nincsen engedélyem ehhez, mármint nekem nincs. Nincs engedélyed? Azt akartad mondani, hogy illegálisan adsz el limonádét? Ne, letartóztatnak. Úristen, a szokásos rendőr dumát nyomna nekem. Komolyan Srácok, ne idegesítsetek már. Lecsuktak! Na hát végül is ez egy ending! Rohadt őradva. Hallod, a rohadt csajom miatt kilettem izelve, rúgva. Ezt én nem hiszem el. És akkor most teljesen újból kell kezdenem? Teljesen újból kell kezdenem? Amúgy ez a betöltés is felháborítóan lassú. Skippeljük is. Úristen, teljesen újból Én gyűlölöm ezt a csajt. Hú, idáig is olyan utáltam ezt a csajt. De most már... Most őszintén, írjátok már nekem komment szekcióba, ti nem gyűlölnétek? Én ezt nem hiszem el. Ha ilyen csajotok van, gagya, dobjátok ki. De ez csak izé. Azért van veletek, hogy pénzt költsetek rá. Én ezt nem hiszem el. Még börtönbe zártak. A barátnőm miatt. Ja, lehet, hogy figyelik el, lehet, hogy jön a police officer. Esküszöm, ilyen még múltkor nem volt, hallod? 100 virágot összegyűjtök meg, sőt, több mint 100-at. Tessék! Itt van a rengeteg virág! Edd meg! Nesze! 112 rózsa, tudod ez mennyibe került volna? De ő csokit akar, természetesen. Természetesen ő csokit akar, úgyhogy megint... Jöhetek, azt adhatok el lemonádát, de akkor gondolom figyelnem kell, hogy jönne a police officer. Gondolom, hogyha nem jön a police officer, akkor itt van, PS, watch out for the cop. Give him a donut from the gas station. Ja, jön a rendőr. Értem már! Hopp, megállt. Na menjél csak innen! Kis fejű! Police officiál. Mennyire kisfejű rendőrség, de lehet menni, köszönöm szépen. A duplázó pénz az megvan? Jó, oké. Remélem működtetésben van is. Működésben... Működik! A rohadt életbe itt ment a kis izé montáska, gyűjtöttem a money-t. Akkor mennem kell is, majd izé le kell kenyereznem a rendőr, a kisfejű rendőrt. Hát rohadt jó. Nagyon jó, hogy ez a játék erre tanít minket. Azért, ez mind azért, mert a barátnőnk nem elégszik meg semmivel. Látjátok, hogy a férfiak miket nem tesznek, hogy tenyerükön hordozzák édes, drága, szerelmetes virágukat? Mondjuk egy iskolás csaj, nem tudom, úristen, az hogy nézett ki? Ennyi minden kell neki, hogy érted, az iskolából hiányozzak, limonádé standot kell nyomatnom, hogy vás neki ajándék. Na jó, megyek. Csak hogy haladjunk, akkor itt van egy csomó minden más bolt, amit majd aktivizálnom kell, úgyhogy ha szeretnétek, hogy ebbe a játékba jobban belássuk magunkat, veszek neki 3 csokoládét. Többet nem! Szóval ha szeretnétek, hogy még jobban belássuk magunkat, akkor egy ásó emojit írjatok a chatre. Ki az, aki most szétvereti ásó emojival a chatet? Remélem sokan. 200 a következő update. Na, odaadom neki a csokit, úgyse lesz neki elég, mert neki majd most akkor Teddy Bear kell. Szevasz, hoztál neked sokaládét, nesze, egyél. De nagyon finom, kisfejű csajszi. De ugye tudjuk, hogy az összes többi osztálytársa rohadt kismackót kapott, úgyhogy nekem is kismackót kell. Jó napot, police officer!
Tessék csak tovább menni, nincsen semmi illegális limonádé. Az előbb tetszett börtönbe zárni. Nek nagyon nem örülök, de hát így jártam, nesze. Na, vegyünk neki Teddy Bear-t, hogy legalább ebbe tovább tudjunk haladni. Mert utána majd kell még neki minden más. $50 Teddy Bear! Köszönöm szépen. Van egy Teddy Bear-em, úgyhogy adok is el több limonádét, csak a kopó, a disznó ne jöjjön vissza. Na, azt mondja, hogy ezt is tudjuk upgrade-elni, pedig az előbb már... Hopp, jön a police officer. Ez mi? Jújjúj. Ó, boy. Megcsináljuk a boszorkányosat is? Elméletileg a virág odaadás előtt ide kéne jönni a witchhez. Na jó, ha gondoljátok, ezt is megcsinálhatjuk. Közben már itt vannak, limonádét akarnak tőlem, vás. Meg is odaadom neki a Teddy Bear-t. Hát csaj, itt a Teddy Bear. Jaj, ő nem kapott Teddy Bear-t. Nesze, nézd csak, itt van egy Teddy Bear. Edd meg! Jaj, de csak egy? Hú, ez a csaj, de ez a legjobb. Tetszik. Úristen, nyaklánc kell neki. Most már vehetek fel elméletileg embert a limonádi standba. Azt mondja, hogy hint, you unlock the jewelry and can hire employee at lemonade stand. $1000 kerül, úgyhogy azt most még biztos összegyűjtjük, csak aztán majd azt kéne megnézni, hogy hogyan mentsek. Mondjuk lehet az előbb azért nem tudtam menteni, mert ugye elvitt a rendőr, azt ennyi volt gatya. Na most gyorsan összegyűjtünk egy kemény $1000-t. $1000, ott jön a rendőr. Ott jön a kopó. Na, még gyorsan egynek eladok. Jó, és most... Gondolom ez a rendőröknek nem feltűnő, hogy egy gyerek itt szaladjál. Hello, police! Jó napot! Tessék csak tovább menni. Igaz, nem tudom, miért állna itt ez a kisfejű, de ja. Oké, mindjárt megvan az ezres. Amúgy is akkor azt majd nem fogja megbüntetni azt a random valakit? Na, 970, még egy, gyorsan! Gyere, és akkor... Felveszünk egy dolgozót. Dolgozz, kisfejű alien dolgozóm, dolgozz! Usten, de parán néz ki. Most ő dolgozik? És kapjuk a pénzt? Wow, kapjuk! Kapjuk! Nagyon jó, és ezt nem tudom upgrade-elni. Vagy ha ezt upgrade-elem, az is upgrade-elődik. Mindegy, most megyek, veszek neki egy És ugye őt nem kapja el. Nézd meg, őt meg nem kapja el! Őt nem kapja el! Semmi baj, veszünk neki nyakláncot. Remélem ebből is elég neki egy. Van $100, de jó. Jaj, de jó, nekem az $1000 kéne megvennem. Jó, megyek, visszamegyek, azt megveszem neki. Amúgy adjon már el, na végre, akkor nem is kell visszamennem. 1070-ünk van. Megvesszük az ezer dollárosat. Na, hogyha ezt neki nem tetszik, akkor... Gatya! Jaj, kedves barátnőm, gyorsan ide eladunk egy limonádét. Jó? Jó, hogy nem jöttek a rendőrök. Na, kedves kisfejű csajom, akinek az az egész élete, hogy szorongasson engem. Hiányoztál nekem, itt van egy másik meglepetés, egy necklace. Nagyon tetszik neki. Oké, szóval mi az, tele lett a metró, úgyhogy valahogy máshogy kell hazamennünk. Ne aggódj! Megvan! Vegyek neki egy autót! Fú, na most kéne elmenteni ezt a játékot. Ha visszamegyek a házamhoz, ott tudok menteni? Vagy ez hogy működik? Esetleg itt? Vagy ez automatice mentődik? Na jó, még veszek neki egy autót. Aztán megnézzük utána, mi lesz. Egyáltalán megnézem, mennyibe kerül... Várjál, mennyibe kerül egy autó? Ha nagyon egyszerűen nem bírom itt hagyni az embereket, akik várakoznak. A limonádéra. Na jó napot kívánok, szeretnék egy bambóbinit. Van $1000, meg 10 000, egy $1000 autót veszünk, na még majd persze. Vettem egy Reliant Robint. Gyere csajos, pattanj a verdába a Reliant Robinba. Reliant Robin. Gondolom. Így kell. Biztos úr, tessék menni. Tessék csak innen menni. Tessék engem véke adni. Na figyelj, Robintos csajom. Vettem neked
új autót. És tessék, mi? Milyen kocsi, ez nem tetszik neki. Ez a legmegbízhatóbb. Van három. Ó, oh, őt bullyingolni fogják. Bocsi, bocsi. Menjük el a mallba. Mert meg kell vásárolnom a rohadt plázát. Mert a Reliant Robin nem tetszik neki. Na de mennyibe kerül a pláza? Vagy 100 000 dollár, mi? Jó napot, uram! Szeretném megvásárolni ezt az egész kauceráit. Mert a barátnőm teletetlen 150 000 dollár! Úristen! Hát ez 150 000 dollár? Hogyan tudnék 150 000 dollár? Hát 3000-nél tartok. Na jó, elmegyek a Benyak útra, azt veszek a benz... a izének, a render bácsinak. Ó, ez mi? Hardware store. Ez egy PC? Ez process... Úristen, mik lesznek ebben a játékban? Na itt van a gas station. Elméletileg itt vehetek a rendőrnek egy fánkot. És akkor békén hagy. Jó napot kívánok. Szeretnék fánkot venni. Most nyitott ki, szóval nem lesz sok minden, de van donut. Ezres? Jó. Vettem egy ezresért egy fánkot. Biztos... Milyen Máriós ugrás hangja van. Most visszamegyek. Polícia! Hello! Adok neked egy fánkot. Tessék. Az ő kedvence. Nagyon szépen köszöni. Megy vissza dolgozni. Na, most akkor nagyon remélem, hogy békén hagy engem. Top donátor. Jaj, de jó. És most akkor nyugodtan árulhatom az illegális limonádékat. Na, azt mondja, hogy ezt tudjuk feljebb venni, ezt is, és ennyi. Na, nagyon remélem, hogy most eladni fogok, miközben jön a rendőr bácsi. És nagyon remélem, hogy békén hagy minket. Na, gyerünk. Úgy látom, az is felgyorsult. Úgyhogy végül is az upgrade-ekkel, de hát így is egy örök kivalóság lesz a 100 000! Hogy megvegyük neki a plázát, hogy ő legyen a káza ásza. Na, azt mondja, hogy per sale. Oké, 10 000-ért tudjuk ezt maxolni, az is mindjárt megvan. Azóta nem jött a rendőr bá. Erre nem lehet még gyorsítani. Na, mindjárt megvagyunk. Meg is vagyunk, srácok. Meg is vagyunk. Értem, így már is most nem jön a rendőr. Akkor ezért kellett neki a fánk. Szóval, kedves! 150 000 az Isten. Azt hittem, hogy csak 100 000, de nem baj. Hallod, ezzel a limonádét, nem tudom, milyen limonádét árulunk, de hogy 150 000 dollárt összegyűjtöttünk vele, azért az elég brutális limonádé. Na, megvesszük. Ez az. Dekoráljuk fel. Most már miénk a pláza. Mivel dekoráljam? Úristen. Inni. Oké. Okay. Írjak egy love note-ot neki. Drága kisfejű. Nem tudok übetűt írni ezen. Drága kisfejűm. Szeretlek. Nesze. Egy. Pláza. Befejezés. Na, beszéljünk a csajossal. Elméletileg saving van, úgyhogy most már tényleg nagyon remélem, hogy elmenti. Plusz 241%. Gyorsan adunk egy limonádét azért. Gyere, kisfejűm, vettem neked egy plázát. Hogy az osztálytársaid ne legyenek rád irigyek. Oké, találkozzunk a csajjal ott. Ő oda tépézik, vagy mi ez? Na, gyere, kisfejű. Meet girlfriend at the mall. Oké, leszel az én Valentinem? Meglepetés! Mi a reakció? Babe, leszel az én Valentinem? Igen! Úristen, ezt a pénzleső csajt. Nesze, kivittük. Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Remélem, jól éreztétek magatokat. Hogyha igen, akkor veressetek egy lájkot. És remélem, van tanulság is. Ha ilyen csajatok van, dobjátok ki a fenébe. Viszont egy dolgot ne dobjatok ki, csak igyátok. Ezt is, ha megittátok, akkor. Szevasztok!